A Széchenyi István Gimnázium 37 éves kapcsolatot ápol Dortmundi testvériskolájával, és hagyomány, hogy egy hetet itt töltenek a német gyerekek Dunajvárosban, aztán egy hetet a mieink Dortmundban. Ezekben a napokban Dunajváros a vendéglátó, és igyekeznek tartalmas programokat összeállítani a vendégeknek. Szerdán a Városháza közgyűlési termébe voltak hivatalosak a német diákok, akiket Szabó Zsolt alpolgármester fogadott. Egy nagyon kedves meghívásnak és kötelességnek tettem eleget, amikor a városba érkező német cserediákokat fogadtam. Még nekem is vannak emlékeim középiskolás koromból, amikor hasonló cserediákok voltak itt Dunajvárosban, hiszen ez egy 37 éve tartó kapcsolat a Széchenyi István Gimnázium és egy dortmundi középiskola között. Én azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy az idei évben is megpróbál Dunajváros önkormányzata hozzájárulni ahhoz, hogy jobban érezzék magukat itt a cserediákok. Mai nap folyamán a Kalandparkban fognak programokon részt venni, meg fogják látogatni az Arborétumot és a Szabadstrandnál levő kempinget is, úgyhogy bízunk benne, hogy a város segítségével még tartalmasabban tölthetik majd el itt a napjaik a Dunajvárosban. A középiskolák életében bevett gyakorlat, hogy rendelkeznek egy-egy külföldi partner intézménnyel, és egy ilyen kapcsolat sok lehetőséget tartogat, ha azt ápolják. Azt szokták mondani, hogy ahány nyelvet beszélsz, annyiféle ember vagy. Nos, a cserediák program ehhez segíthet hozzá. Minden olyan találkozás fontos a dunajvárosi fiataloknak, ahol idegen nyelven tudnak beszélni, és azt tudják gyakorolni. Nagyon örülök, hogy eljönnek ide a német cserediákok, és meglátják Dunajvárost, egy kicsit büszkélkedhetünk mi dunajvárosiak. Ugyanakkor azt is egy kitűnő lehetőségnek tartom, hogy ugyanígy a dunajvárosi cserediákok is elmehetnek Németországba, és ott szétnézhetnek, eltölthetnek egy pár napot, hetet. És hogy egy kis német humorral zárjuk, a német csapat egy napot Budapesten töltött, és arra a kérdésre, hogy mi tetszett nekik leginkább a fővárosban, egyikük rávágta, hogy a Burger King, meg persze a parlament. Nos, az utóbbit értjük mi is.